Fölényes 10-0-ás győzelemmel kezdte meg szereplését a Mezőköves Zsóri felnőtt női csapata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kispályás labdarúgó bajnokságban szeptember 7-én. Hölgyeink a Taktaharkány ellen hazai környezetben léptek pályára a 2019-2020-as szezon első találkozóján. Az előző bajnokság alapján együttesünk számított a mérkőzés esélyesének, csapatunk ugyanis tavaly a negyedik, míg a Taktaharkányiak a 7. helyen végeztek a pontvadászatban. Ennek megfelelően labdarúgóink játszottak fölényben, de gólt szerezni hosszú ideig nem sikerült. A jég az első félidő hajrájában tört meg, amikor is egy perc alatt két kövesdi találat született, Varga Katinka és Tóth Renáta révén. A második félidő igazi örömjátékot hozott, sorra érkeztek a mezőkövesdi gólok, így csapatunk magabiztos 10 gólos győzelemmel zárta az első bajnoki mérkőzését. A találkozón Varga Katinka 4, Klauzsovics Dorina 3, Tóth Renáta 2, míg Duhany Katalin 1 gólt szerzett. A Mezőkövesd legközelebb a Sajóvámos vendégeként lép majd pályára szeptember 15-én, vasárnap 11 óra 30-kor. A következő hazai összecsapás szeptember 21-én, szombaton 17 órakor kezdődik a Városi Stadion Kisműfüves pályáján, amikor is a Sajó Szentpéter érkezik Mezőkövesdre.